Emlékeim a régmúltba kalandoznak ismét. Nem tudom, emlékeztek-e rá? Ha igen, akkor nagyon jó évjáratok vagytok. Tehát, amikor itt volt a jó idő a nyár, ugye ettük a zsíros kenyeret szőlővel, már ugye akinek volt a kertbe. Hál' Istennek az én kertemben van szőlő, és méghozzá olyan, amit az édesapám telepített. Lehet, hogy hát olyan 60 év körüliek már. Tehát mondanám azt is, hogy az én fiatalságomat ez is visszahozza. És amikor ma reggel megint zsíros kenyeret reggelizek és szőlővel, és valahogy én nagyon örülök, hogy én megtehetem. Mert kenyérke van, zsírt azt vettük, és nem is kevés pénz ma már a zsír, és hozzá még van egy bögre tejácska, de vasárnap tiszteletére én sütöttem kenyeret. Mert hogy gondolkodom, és az jut az eszembe, hogy annak idején mi azért ettük a zsíros kenyeret szőlővel, mert hogy jó volt, örültünk, hogy van, és nem a szegénység volt az eszünkbe elsősorban, hanem friss kenyér, amit anyám sütött, és hozzá az a szőlő, amit apám telepített. Ma kicsit nosztalgiázom, tehát azt gondolom, hogy megtehetem, hogy zsíros kenyeret eszek szőlővel. De gondolkozz csak el, hogy egy kiló kenyér ma mennyibe kerül. Nem segítek, ezt jószerével mindenki megveszi naponta, szinte vagy két naponta. A szőlő az ugye általában ilyen 7-800 forint körül van, de nem ez a nagyszemű csemege szőlő, mert nézd csak meg, milyen gyönyörű, szép nagy. Tehát ezek is ugye pár száz forintot kóstálnak itt-ott zöldségesnél, vagy a bevásárló központokba. És akkor az jutott az eszembe, hogy lehet, hogy lesz majd olyan réteg, aki majd ezt megenné akármikor, és azt mondja, hogy nem tehetem, mert ez luxus. Hát remélem, ez az idő azért nem jön el, hogy valakinek a gyümölcs megvásárlása luxus legyen. Hiszen a gyümölcsre szükségünk van. Erről már többször beszéltem, mondtam, tettem föl videókat, fotókat. Mert hogy a gyümölcs minél sötétebb a héja, a húsa, minél több benne a mag, annál egészségesebb. Tehát egyértelmű, hogy a gyümölcs biztos, hogy az egészségünket szolgálja. Örültem, hogy itt voltál velem. Tedd meg, hogy lájkolod, hozzászólsz, esetleg megosztod. És írd oda, hogy honnan nézted a videót. Teljen kellemesen a további napod.